Hello! Üdvözlöm mindenkit legújabb adásával, az Anime and Japan Critics. Majdásomban ismételt egy eléggé érdekes, illetve leginkább tudományos témájú történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a 2005 Nen Uchu no Tabi, avagy a 2005 űrodosszeia. A 2005 űrodosszeia műfeltekintve a sci-fi, illetve kismértékben a komédia kategóriájához tartozik. Maga a történetünk egyes-egyedül anime formájában jelent meg 2005. december 31-én egy másfél perces kisfilm formájában, melynek készítője nem más volt, mint Mihara Michio, rendező és forgatókönyvíró. Történetünk egy mosdóhelyiség segítségével mutatja be nekünk a földi élet kialakulását, benne is az emberiség jelenlegi állapotát, múltját és feltehető jövőjét is, amely habárcsak egy kisebb vászton, de hasonlít a 2001 űrodosszeia című mozifilmre. Így ezen kis vászon segítségével ismerhetjük meg még jobban, avagy vehetjük figyelembe még humorosabban az emberiség sorsának alakulását, amely habár nagy dolgokra hivatott, mégis egyes esetekben az abszolút szánalmat keltő kategóriát vagy kihasználatlan lehetőségeket mutatja be nekünk egy adott példány személyében. Amely példán gyakorlatilag az önrombolást avagy az önpusztítást testesíti meg a hatalmas emberi civilizáción belül. Összességében számomra érdekesnek hatott ez a kis történet, amely a korához képest is egyszerű, vagy gyengébb minőségű képvilággal rendelkezett, ugyanakkor egy nagyszerű hangvilággal. Tetszettek a képi ábrázolások, avagy a komikus elemek is, tehát egyetlen hiányosság a sztorinak maga a rövidsége, ami akár dupla vagy tripla játékidőt is kaphatott volna, így ha ezek alapján kéne értékelnem, akkor összességében a 2005 Nen Uchu no Tabi, avagy a 2005 űrodosszeia egy 10/5-ös alkotás lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!